mindenes. A mindenes, a mindenes. Nagyon jó hangzik, meséljetek egy kicsit erről, hogy ez így hogy indult el. Hát nem mi kezdtük, mi alapítottuk a magazint, 2011-ben alapult. Newplayer, mondjam a nevét? Newplayer Fárász Tamás, és jön tudom Kroszaki. Igen. Soltán. Igen, Soltán. Igen, alapítottán kettel, az ugyan hasonló tanéban, akkor váltott ki, nem tudom már pontosan. És ők egy ilyen fanfakat szeretek volna létrehozni, amiben Attila belecsatlakozott, mint szerzőként író. Én pedig a második számtól, amit láttam, mert megtetszett, ugye, hogy Adi akkor ilyesmit csinálok, én is csinálok ilyesmit. És később vettük át a magazin szerkesztését, mert így mi tudtuk vállalni jobban ezt a feladatot, és benne az évek során is folyamatosan fejlesztettük, és folyamatosan gyűjtöttük hozzá az írókat, hogy mondjuk az ismertségünkből, hogy ki szeretne írni a magazinba, teljesen hobbi magazinban gondoltuk, meg teljesen így maradtuk ezen az ingyenes online-vonalon, és végül is egy lehetőséget szerettünk volna ezzel adni azoknak, akik ilyen témákban, anonimis témákban cikket írnának. Tehát még most is az a profilunk, hogy aki szeretne hozzánk írni, azt megtalálja minket, és akkor felvegye velük a kapcsolatot, legtöbbször Attila beszél velük. Igen, általában elkezdem mondani neked, de azt a részben teszem, hogy úgy indultunk, hogy mikor elkezdtük a magazint, akkor semmit nem értettünk az újságíráshoz egyáltalán, hogy működik ez az egész, tehát nekünk is ugye a magazinok során bele kellett tanulnunk, hogy működik egy törtelés, egy lettolálás, egy dizájnolás, hogy milyen programokat használjunk, azt használjuk, és végül is az évek alatt alakult ki, vagy a magazin, ami erre most. Igen, most már azért talán kicsit jobb, de még mindig fejlesztünk, mindig ott letelünk, Skype meetingeket tartunk a többieknél, hogy hogy lenne jobb, hogy tudnánk változtatni, hogy szerethető, átállható, mindig készül. Most is egy új dizájnon dolgozunk, ami már most jobban tetszik, mint a jelenleg itt már lekényszerű, de már tényleg majd csak jövőre váltjuk le. De az elejéhez képest rengeteget fejlődött a magazin, tehát annyi hiba volt benne, meg most is a mostani számot, és nekem mindig a legújabb számot kedvencem, mert szeretem a legjobban egyszerűen az nőtt aktuálisan hozzám, mindig jobbnak tartom, mint az előzőeket, de mindig utána hibákat látok benne. Mennyire dolgoztok ilyen fix sávban úgymond, vagy mennyi a vállalkozás? Tanultatok, hogy az is ír, aki... Igen, hát akik ténylegesen a masszív stáb, most jelenleg négy fő, ugye mi ketten, van még Greg, aki lektorunk. Meg a weboldalunk. Meg a weboldalunk egy is le, és egy UPA szintén a weboldalának. Aki az alapított, ami volt az egyik. Maximum csináljuk, és vannak állandó cikkíróink, akikkel állandóan tartjuk a kapcsolatot, hogy milyen cikket fog írni, mikorra fogja esetleg elküldeni, és akkor így egyeztetünk, hogy esetleg ne legyen ütközés, nem szokott egyébként előfordulni. Megjön még szabban, hogy a megjelenési hónap eleje a határidő, a cikkbeküldési határidő, és akkor még van lényegében 2-3 hetünk, hogy a dizájnot megcsináljuk az adott cikkre, és általában a hónapja 20-a körül szoktunk megjelenni, ez kiszokott csúszni 24-25-ére, mindig páratlan hónapok megjelenünk meg. Tehát a szeptember lesz a megjelenés. Igen, szeptember 20-25-ére lesz a következő szám. Még annyi, hogy a meglévő cikkíróink mellett, amik van, mindig van új cikkíró, aminek nagyon örülünk, és mindenki csak bátorítani tudok, hogy küldjön nekünk cikket nyugodtan, lehet, hogy segítséget is kérni, nagyon szívesen segítünk, de mindig van egy-egy új, aki próbálkozik. Ugye, cikket kell, tényleg. Jól hangzik. Kicsit így a tartalomra rákanyarodva, hogy van egy bizonyos vonal, amit követtek, vagy így gyakorlatilag az anime belül már mindenki szabad kezdődött? Masszívan animés témájú cikkeket szeretnénk főleg, ugye ez a fő profilunk, de minden, ami távol-kelet jöhet. Ugye van 11 cikk kategóriánk, de igazadom ezeket a kategóriákat is sokat összevontunk, és az animén belül rengeteg különféle kategóriára mondottunk, van ugye ajánló, szokványos, ismertető, akkor vannak a szubjektív rovatok, a rovatokból már véleményezzük, hogy a szezon tárgyaljuk ki, vannak szezonajánló rovataink, vagy különböző ilyen bemutatói kritikáink, és akik írnak nekünk, az teljesen szabad kezet kapnak, hogy miről szeretnének írni, és azt milyen formátumban vennék meg, és azt szerint igazából, hogy ők nem tudják pontosan, hogy melyik kategóriát szeretnék
megküldeni, ezt mindegyik esetleg inkább én szoktam eldönteni, vagy megveszi a többiek, hogy mit javasolnak, talán képen biztos, hogy akkor melyik kategóriába kerüljön be az adott cikk. Na, az igen, de ezen kívül ugye foglalkozunk minden, hogy manga részleket, igen, megérvényesen. Nyilván az anime legfőbb, mert ugye kiti magát animére, újra, régire, szeljúra. Igen, szeljúra, ezen kívül van manga, de lehet, hogy filmajánlóval is foglalkozunk, kultúrával is foglalkozunk, játékokkal is foglalkozunk, nyilván a játékai fejlesztésünk. Lady Marilyn, Lady Cicillo, és mi a magára? És már sokadik, nem tudom, hanyadik cosplayes interjú olvasható az Anime magazinban, és a legközelebb most szeptemberben megjelent számban, Jurikóval lesz egy interjú. Jurikóval is? Is, meg a cosplay.hu-val is, ha már 10 éves, ami azt már tudjuk, hogy volt, köszönjük. Igen, ugye, hogy egy ilyen mellett, hogy állandóramat vezetünk, és akkor emellett most lett egy ilyen jelentőségünk, pont ezt ragadtuk meg a 10 éves évfordulót, hogy akkor így jól jöttünk. A magazinban megjelenthetjük. Mekkora közönséget fogtok meg ezen? Erre van-e valamilyen adatotok, hogy most nem tudom, hányan olvassák esetleg? Vannak betöltési adataim. Igen, régen azért ez több volt a, úgymond, a megtekintésük számából ítélve. Most már ez olyan 1000 körül van, tehát 1000 letöltő körül, akit változó számba szoktunk elérni. Tehát vagy, hogyha megjelent egy szám, akkor mondjuk a népszerű dolog a címlapon vagy benne, akkor mondjuk pár minden belül ez a letöltések megvan. Letölt, és aztán ugye ez növekednek, és a többi számnak már több ezres letöltése is van. De most már lassabban, most egy olyan szakaszban vagyunk, hogy lassabban érjük el az ezret, tehát most olyan pár hét alatt mondjuk 500-at érünk el. Vagy mondjuk a következő magazin megjelenéséig, következő számig olyan 400-800 letöltés van, és akkor év végére meg azért növekszik ezerre vagy ezer fölé. És a közös olvasó közösségünk a felmérés alapján vegyesen fiúk, lányok, majdnem 50%, egy kicsit a lányok javára, és inkább a 20 éves korosztály olvasó minket. Igen, ez így a felmérés alapján, amit minden évben szeretnénk megcsinálni. Igazából idén kezdtük el bevezetni, ezt így csinálunk egy ilyen olvasói kérdőívet, és ennek a statisztikája mutattam is ezt. Igen, arra voltam kíváncsi, hogy mi azok, mik azok a rovatok, amikre az olvasók kíváncsiak, mi azok a témák, amiket szívesen látnának az a magazinban, és egy-kettőt már meg is valósítottunk, a korábban említett Szenyi cikk, az ennek a része, hogy ők sokan kérték, hogy sokan kérték, és akkor azt mondták, de van még rengeteg ötlet, csak az időt nyárnak is. Igen, ez teljesen egy hobbi, mert munkáink mellett csináljuk. Már itt tartunk az írásnál, melyik az a része, ami a legközelebb fekszik hozzátok? Hát teljesen az anime ajánló, mert az anime nekem legalábbis. Hát itt szeretni távol kellett. Én távol kellett is szoktam írni, és mondjuk nem tudom most, hogy miért van a lapokban, meg van mondjuk egy kicsit önök rám, de van ilyen a szubjektív rovaton belül nekünk egy szezon ajánlónk, amit még is ketten írunk, a aktuális, amiket nézünk a szezonból, azokat szoktuk véleményezni így röviden, kicsit olyan, mint a fórum, mintha fórumot, igen, meg fórum formátum, de ezt nagyon szeretem, mert ott kötetlenebb vagyok, vagy nem arra törekszem, most nagyon jól fogalmazzam meg, és hát jó megfogalmazásra, igen, lazán. Csak lazán van, igen, mondom, hogy lazán. Egy lazán kicsit van a megfogalmazás, meg jobban szívja az ember az adat. Nem tetszik, egy ajánlóban nem feltétlenül cseszik. Milyen rendezvényeket szoktok és csinálnak? Ami mégis, azt mondjuk, hogy megmondjátok. 2007 óta minden. Nagyon minden, nagyon vagyunk. Itt van, hogy minden kapott vagyunk. És a rendezvényeket vegyesen látogatunk, tehát azt mondjuk, hogy igen, majdnem vagy attól is, hogy mennyire élünk fel a barátainkkal. Vidéki rendezvényeket viszont csak régen látogattunk. Most már vidékieket nem nagyon, pedig megérdemes a nőmira. Az már én volt, tehát. És ezek külföldiekben gondolkozhatok el, vagy már voltatok? Még nem, de beszéltünk róla egyébként, nem annyira rég van, tehát hogy külföldi tanokat is meglátogassunk majd, de ez még nem forrad ki annyira. Szerintem igazából ez már is rak, hogy a japánkon minket előmegyünk, és ezt azért mondom, mert jövő nyára be van tervezve, hogy japánkon megyünk, és fiatalban az időszakban. Tehát nem feltétlenül megyünk annyira, de mindenki készítünk fotókat. Na, szuper, hát megköszönjük az időt.